Szeretettel köszöntöm a videó nézőit. Elképesztő az a tolerancia szűkítés, ami egy hónapja foglalkoztatja az autós társadalmat. Május 1-től már az 1 km per órás sebesség túllépés is szankcionálható. A rendőrség véget vetett annak a gyakorlatnak ugyanis, hogy 100 km per órás sebesség alatt 3 km per órás, a fölött pedig 3%-os eltérést enged. Ezzel az intézkedéssel a rendőrség ismét bebizonyította, hogy nem a balesetek megelőzésére, hanem a bevételek növelésére törekszik, hiszen ezt az előírást sok-sok tényező miatt nem lehet korrekten betartani. Az autósok nem azért lépik túl 2-3 km per órával a sebességet, mert száguldozni akarnak. Ezek a sebességtúllépések nem szándékosak. Ez az intézkedés már csak azért sem lehet jogszerű, mert Magyarországon a forgalomban lévő gépkocsik sebességmérői nincsenek hitelesítve. Emellett a sebességmérő pontos leolvasását a parallaxis hiba is zavarhatja, tehát a megengedett sebességtől az autós 2-3 km per órával a legjobb szándéka ellenére is eltérhet. Ezek a minimális eltérések a közlekedés biztonságára nézve nem jelentenek veszélyt. A rendőrség számára nem ismeretlen az a tény, hogy a balesetek többsége a relatív gyorshajtásból adódik, melynek oka az időjárási út és forgalmi viszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztása. Álláspontunk szerint a jelenlegi intézkedésnek semmi más motivációja nincs, mint az autósok további kizsákmányolása és az állami bevételek növelése. Ha a rendőrség valóban is tényleg tenni akar a balesetek csökkentése érdekében, akkor inkább az úthibák megszüntetéséért és az útburkolati jelek hiánya miatt lépjen fel olyan vehemensen, mint amilyen vehemensen és ötletgazdagon az útszélén szoktak elbújni, sebességet mérni. Ugyanis az úthibák sokkal jobban veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, mint a 2-3 km per órás sebességtől lépés. A parlamentben megkérdeztem az államtitkár urat azzal kapcsolatban, hogy miért növelik felesleges intézkedésekkel az autósok terheit. Továbbá felmerül a kérdés, hogy a rendőrségi sebességmérők az előírásoknak megfelelően vannak-e hitelesítve, és a hitelességet rendszeresen ellenőrzik-e. Vitás esetekben a hitelesítést a gépkocsi vezető kérésére be tudják-e mutatni? Sajnos, ahogyan ez lenni szokott, megint mellébeszélés volt a válasz. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!